Gondoltunk, úgy gondoltuk, hogy egy kicsit színesebbé tesszük a foglalkozásunkat, és meghívtuk a vidanyaiakat, nagyon szépen köszönjük nekik a részvételt. Érezze magát mindenki nagyon jól. Köszönöm szépen! Most a névlaposokat akkor meg is köszönteném egy kis állvilággal. Yeah.
Hova tűntek el a csillagok? Hova tűntek el az évek? Visszapillantva nem is tudom. Előre vagy hátra nézek. Tudom, a jövő a fontos. Nem az, ami volt, ami elmúlt. Takarja feledés mindazt, mi fájt, ami rossz volt. A holnap, igen, rá gondolok, tervet szövök, mindent takarok. Szépet, jót és kedveset. Mindenből egy keveset. Felhőtlen kék eget, békés, boldog életet. Ezt kívánom mindenkinek. Köszönöm. Akkor most megkérdem a csetényeket is, akinek vannak verseik, hogy legyenek szívesek tele. Gyulai Pál, a Szarka és a Gilice. Egyszer a Szarkához Gilice betoppant. Taníts, hogy kell fészket rakni, te tudod legjobban. Szívesen hugocskám dolgozik már rajta. Csak így, csak úgy, csak, mindegyre azt hagyja. Szóltanul ott ülni Gilice is resten búgó hangján. Tudom, beszélgetni kezdve. Hát csináld, ha tudod. Szarka mond haraggal, félbe-szerbe hagyja dolgát, s elrepül azonnal. Szarkáéhoz képest fészke Gilicének, ezért marad csak egy darab, eddig tart az élet. A jegyre őrizzem a szemedet, már mind őkezem, már fogom meg a kezedet, már mind őkezem, már őrizzem a szemedet. Nem, a világunk pusztulása, ősű volt, ki vesztenek, űz érkeztem meg hozzád, és várok, hogy értem lesz. Már végülő kezemmel fogom meg a kezedet, már végülő szememmel ölelem a szemedet. Nem tudom miért, meddig maradt meg nekem, de a kezedet fogom, és ölelem a szemedet. Mit kívánjak egyebek? Csendes halk lépéssel kísérjen titeket a szeretet. Életetekre áldás szálljon, jó szívetekre nyugalom. Legyetek mindig így boldogok, mint azon a szép napon. Adjon a Jóisten néktek fényességet, és a családotoknak nyugodt békességet. Adjon a Jóisten hosszú sok-sok évet, hogy ezt a boldog napot még sokáig megéljétek. Legyetek sokáig boldogok. Ezt kívánom néktek, az egész életek pedig el ne hagyjon titeket. Nincs virágon semmi, csak a verset tudom adni. Fogadjátok szeretettel, Isten éltessen titeket, de hogyha a versem nem tetszett néktek, minden harag nélkül írjátok meg nékem. A szép naphoz vezetett, a mi szívünk imádságra csukogja a szeretet. Kérjük a jó Istent, hogy óvjon védjen titeket, adjon nektek egészséget, hosszú boldog életet. Legyen mindig vidám és boldog az életed. Kívánok bőséget, szívedbe szerelmet, mindezek mellé szép hosszú életet. Soha ne érezzél semmivel sem hiány, békességben éljél életed folyamán. Kapjál az életben sok-sok szeretetet, sok-sok unokába leljen örömödet. Mindezeken felül erőt, egészséget. Gondolatban tengemet ágyba párnak ez halni meg. Lakszam Hervania, mint a világ, mert titkon félek fogadám. Ne jó halált az Istenem, ne jó halált az én nekem. Legyek, melyen, azt mondja, legyek kőszét, mint a hegyről a völgybe. Eget rádom, ne kőszét üzlet. Ha majd minden rabszolga nép, járvált megom a szikra lép. Pirosló arccal és piros zászlókkal, a zászlókon szentelni rászóval, világ szabadság. Ezt elhasszogják, elhasszogják, a kelektől nyugatig. Az álmosság vélük megütködik. Ott esnek el én a harc mezején, ott főnk ifjú és szívemben. Ha az öröm teli, végsze az endőn. Szívó, fújó paripát számújon testemen, kívül a diadalat. Ott hagyjanak engem az összes tiporba. Ha majd jön a nagy temetési nap, a hősöket egy közösségnek adják, kik értek halta, szent világ szabadság. Azt szeretném mondani, már sokan hallották itt ezt a nyugdíjas verset, meg nem tudom, a bilonyaiak figyelték egy sokakon az előadást, de azért attól függetlenül vannak, akik nem hallották, elmondanám, hogyha meghallgassák. Nyugdíjas élete.
Hosszú szolgálatnak nyugalom a vége, és amikor elértem, felnéztem az égre. Hála az Istennek, végre megpihenek, nem parancsol senki, a magam ura leszek. Nem lesz nekem többé zsarnokom az óra, s nem pislogok félve a nagy mutatóra. Nem is számolgatom, hogy mikor ütés hányat, mert nem kell már ott hagynom a jó meleg ágyat. Csak akkor kerek fel, amikor jól esik, s az egész házam népe a kívánságom lesik. Etetnek, itatnak, vakargatják hátam, ezt a boldog időt már jaj, de nagyon vártam. De most, hogy benne vagyok, ezek a remények igencsak elapadtak, soványok, szegények. 40 éves vágyal egy elmaradt fogalom, de mindjárt elmondom, hogy milyen a nyugalom. Amikor rám írott az első nyugalomnak napja, felesége mit szólt? Hát halljéken dobja, és gyanúsan rám villogtatta a szemét, jogosan igénylem a fele segítségét, mert elvégre ezt testüvel fogadta, de amíg szolgád nem volt foganatja. Egy kis segítség ér, ami is rám fér, meglátja, nem lesz sok, meg hát most már ráér. Ezelőtt feleség, házi állat, gyermek, mindjárt nálam már korábban felkelte. Most már 4 órakor ágyomban nem férek, azonnal jobb címen, hogy most már ráérek. Feleségem, soha nem volt beteg eddig, nem is panaszkodott, hogy talán gyengélkedik. De most elvégre a nyugdíjba léptem, naphosszabb nyugdíjcsel minden nyomon lépek. Reggel már fájlalja a vállát, a torkát, és szagolgat napközben frissen reszállt tornát. Annyiba eléri, mire eljön az est, suttogni tudja csak, hogy jaj, végem van rögvest. Hát ez miatt kell nekem korábban fölkelni, hentesőz piacra és a tejboltba menni. Ez miatt már ér rám 1000 féle dolog, hogy néha már a szemem is karikára forog. Hehej, bezzeg, mikor még szolgálatban voltam, még a pipa dohányom sem magam vásároltam. De azóta keserbesen változott a szöveg, mert hogy most már ráér, hát csinálja az öreg. Éjjel a cica, elnyalgogja magát. Így szól az anyukám. Ehol van a kabát, bocsáss ki öregem és várd is meg, te nem pénzt. Aztán majd pihenhetsz, hiszen most már ráérsz. Ha pékhez, cipészet vagy boltba megy, ott is az áldozat biztos, hogy én leszek. Megfájdul a nyelvem, olyan sokszor kérek, de hát leintenek, hogy én már ráérek. Édes jó Istenem, hát én mindenre ráérek. Talán azok helyek is én üljek, akiket börtönre ítél. Hol volt ez a sok baj királyt megbújva? Biztosan arra vártak, hogy menjen csak nyugdíjba. De mindennek eljön a maga nehéz vége. Na, majd ha meghalok, megpihenek végre. De álmot láttam, ami megmutatta, milyen boldogság várott fönt a nyugdíjasra. A mennyország kapujában áll a hatalmas sereg, a fele mérgelődik, a fele meg keserik. Megkérlek egy bácsit, aki leghátul áll, mondja meg kérem, ez a sok nép itt mire vár? Azt mondja a bácsi, ez itt mind nyugdíjas, pihenésre vágyó, kihasznál foghíjas. Van itt öcsém olyan, aki már több száz évvel öldörög idekin és vár a bemenésre. Ezért aztán úgy köszön a nadrágot, nem most lesz, amikor az urat meglátom. Mert ha némelyik a kapuig el is ér, hátrá kiáltná Szent Péter, te nyugdíjas már ráér. Az erélyes hangon igen meglepődtem, és a megdöbbenéstől nyomban fölébredtem. Ó, szegény nyugdíjas, mormoltam hörögve, most aztán jól belecsöppentél a csömörből vödörbe. Mert a helyzet itt lent is, ott fönt is ilyen tarthatatlan, mostán a kutba ugorjak nagy bánatomban. Nem ugrom a kutba, van még egy kiút. Már mégis a legjobb itt a nyugdíjas kutba. Csak a címzethez ne küldjük el,
meg, aki csak játszik velünk. Miért tudja meg azt, hogy mi úgy szenvedünk? Lehet könnyűkül sírni, ha fáj a szív, csak a fájdalmat titkolni kell. Lehet bármit megírni, ha fáj a szív, csak a címzet ezt ne küldjük el. Tényleg azt mondom, hogy nagyon, nagyon jó minőségben adták elő mindazt, és még a jövőben esetleg, hogyha lesznek, nem csak nyugdíjas klubon belül, ezt szeretném kérdezni esetleg, vállalnak ilyen fellépéseket esetleg falunapokon, vagy majálisokon, vagy ilyen esetekben már nagyon tettem is sok, és nagyon megfelelődik. És én is megköszönöm, hogy megtisztelték a csetényeket ezzel a költségeik ellenére, hogy részt vettek, mi is majd próbáljuk valami módon a szonorálni, ha bár én úgy érzem, hogy sokáig jutunk el arra a színvonalra, amit jelenleg maguk vannak is tartanak, akár idő is, meg ilyenek is kellenek, meg bizony bán azért, hogy ez a nyugdíjas klub is a jövőben tovább erősödni, fejlődni fog, amit az önkormányzat támogatni fog. Megfelelően az embereknek az akarata, igénye és hozzáállása szerint, és még egyszer önök vagyunk. Köszönöm.